Hát egy kicsit elaludtunk, ugye vasárnap van, és vasárnap nem szoktunk ébresztőt se állítani, ilyenkor próbálunk addig aludni, ameddig csak tudunk. Úgyhogy a reggelit, a nagyobb reggelit, azt most így skippeljük, pedig ez lett volna igazából a kérdés nektek, hogy ki csinálja a reggelit, de mondjuk még egy kávét, meg valami könnyű reggelit fogunk enni, úgyhogy az első kérdés az lesz, hogy ki csinálja a kávét, és akkor ti ezt megszavazhatjátok nekünk. Kicsi, ezt megnyerted. Te csinálod a kávét. Egy szonza! Úristen, ezt nézzétek, mennyire jó idő van odakint. Oda nézzetek. Milyen jó idő van! Esküszöm, olyan, mint a nyár lenne. És itt a kis Mugi. Itt a vékeinkedik. Egy amerikánó rendel nekem. Tegnap sütöttem ezeket a fincsi kekszeket, ezek fehérésztel készültek, viszont a cukrot az helyettesítettem meg a stíviával. Hát ez sajnos én nem tudok enni, úgyhogy ez soma. Tejet is, Manó? Igen. Mit szavaztak a követőid? Igen. Köszönjük. És tejszikamat is szeretnék. Jó. És több ilyen, hogy soma vagy relevant, nem szeretnék a videó, mert úgyis engem szavaznak még. Kis baba! Jaj, de jó soroid van neked! Nagyon jó idő van! Itt egyébként ez úgy van, hogy itt még le van kerítve, ez ott a mi kertünk, és az ott kint pedig egy ilyen közös kert, mert itt több lakás van egyben, ilyen öt lakás van, és akkor mi vagyunk itt a legalsók. Morning, Deutschland! Guten Morgen! Annyira jó idő van odakint, hogy úgy döntöttem, hogy kint fogjuk meginni a kávét. Következő kérdés az edzéssel kapcsolatos lesz. Mára egyébként a vasárnap az nem mindig ilyen pihenő nap, akkor hengerezni szoktam, kicsit nyújtani. Úgyhogy ez lesz a kérdés, hogy maradhat-e nekem a hengerezés vagy a nyújtás. Nem befolyásolja őket, hogy mit szoktál amúgy csinálni. De ők ezt utólag látják. Maradhat a szemzárjában, hogy létszi, ezt válasz. Nem csak viccák. Szóval a következő választási lehetőség az a hengerezés nyújtás, vagy popsi, és hasizom erősítés lesz. Nagyon remélem, hogy a nyújtást fogjátok választani, mert most nagyon nincs kedvem edzeni, erősíteni. Ezt a taktikust figyeljétek! Ugye a következő kérdésünk az lenne, hogy a parkba menjünk a piknikezni. Itt olyan jó most, hogy olyan szélre kéne tenni azt a választ hogy a piknik a parkban, hogy mikor nekem is van ilyen, hogy valakit rá akarok menni valamire. Igen, átvált a következőre. Olyan, hogy ki van megjelölve a képen, átmegy. Uh-huh. Szóval olyan szélre kéne rakni, hogy mikor mi ne tudjanak arra szavazni. Akkor átmegy a következő sztorira, és azt higgye, hogy ő szavazott. És akkor csak azt veszi be, ami piknik a kertben van. Uh-huh. Itt leterítünk, nézzétek, milyen szép. Leterítünk egy matracot. Matracot. Plédet. Itt rendelünk egy jó hamburger, kiülünk a melegbe, nem kell elmozdulni. Nem kell kocsiba ülni, vezetni, szennyezni a környezetet a benzinnel, mert még nincs elektromos autónk. Igen. És ez így sokkal jobb a világnak, hogyha mi itt maradunk. Megkívjuk az idős nénit a szomszédban, hát ha velünk szeretne ebédelni. Beszél angolul, németül, gyakorlunk vele. Ennyivel jobb. Meglátjuk, hogy ti mit szavaztok meg. Na de most elsősorban megnézzük azt, hogy szivattok-e, vagy sem. És remélem, megadjátok nekem a kellő pihenést, mert a pihenésre szükség van. Na nézzük. Nagyon szoros! Nagyon szaros! Nagyon szoros! Én sem merengem nyújtásra, mert látom, hogy semmi kedvet. Helyes, én is. Én is rányomtam azért egy szavazatot hátul.
De írtam Lacikának, hogy nyomja le izére, popsi egyet. Nem már! Jó, várjam. 139, 140. 55 van. Legyen az, hogy délben. Délben. Jó. 139, 140. Ne szívassatok már! Annyira jól esne egy nyújtás, de komolyan. It's time, úgyhogy megnézzük, hogy mire szavaztatok. Popsi edzés! Ne! Igen, az. 326, 281. 326 a popsi edzésem. Miért? Annyira nincs kedvem. Rendesen izgultam, tudtam, hogy ezt fogjátok. Mindegy, ez is előnyemre válik. Legalább gyakorlom az új popsi edzést videót, amit majd meg szeretnék csinálni. Bevallom őszintén, talagatom, mert nagyon fáj az a gumiszalaggal. Jó lesz ez az edzés? Én nekem van kedvem, neked nincs. Hát most én egy kis nyugisra számítottam, hogy az lesz a vasárnap. A követőik kiszámíthatatlanok. Jó van, az előnyömre vág, majd hétfőn pihenek. Na, a következő választási lehetőség az a ruha lesz, hogy fekete-fehér vagy piros-fehérben edzek. Úgyhogy most ezt fogjátok ti eldönteni. Feketében vagy feketében edzek. Úristen, mennyi sztorim van, hogy nem mondtok meg. Ne! 50-50, most komolyan? Jó, akkor várok még 20-ig, addig rádől. Na most újra ránézünk. Hát a szemmizem. Oké, 465 van a piroson, úgyhogy... Igen, egy icipicivel a pirosra szavaztatok, vagy na, bocsánat. Egy icike-picikével a feketére szavaztatok többen, úgyhogy marad a fekete. Egyébként... Ezekre a MyProtein nacikra, illetve felsőkre is van MyProtein kedvezményem, ezt leteszem nektek a leírásba. Most lejön belőle valamennyi százalék kedvezmény, viszont márciusban ismét lesz ilyen hatalmas nagy kedvezmény, 41%, úgyhogy majd figyeljétek az oldalmat, jelezni fogom, hogy mikortól érvényes. Úgyhogy nézem, Soma kiköltözött és kivitte a zenét, úgyhogy most én is ki fogok menni hozzá. Még nem kezdted el? Megvártál? Napozol? Kiköltözök én is hozzád. Edzés, amit fel szeretnénk nektek venni videóba. A popsit azt most már úgy, ahogy meg tudom csinálni, szabályosan, viszont a hasizom edzés, azaz a hasizomnak az alsó részére fókuszálódik, vagy fókuszál, és ez egyszerűen annyira kemény lett, hogy még én sem bírom megcsinálni, úgyhogy most gondolkozok rajta, hogy valamit még kiveszek belőle könnyítésképpen, vagy még megcsinálom, vagy háromszor-négyszer, hogy fel tudjam nektek venni videóba. Mert nagyon-nagyon kemény lett, és igazából szeretném meghagyni ilyen keménynek, mert az a jó, hogy tudjátok, szenvedünk. Na, a következő kérdésünk pedig az lesz, hogy fifázzunk egymás ellen, ne, senképpen se, vagy piknikezzünk. Úgyhogy most ezt fogjátok tudni megszavazni, úgyhogy gyorsan megcsináljuk Somával ezt a szavazók fület, és akkor ki tudjátok választani, hogy ti melyiket szeretnétek látni. Gyere, papa! Milyen szeplős vagyok. Vagy jön a fűzbe. De jó ellen neked egyébként. Én kiteszem már egyből azt is, hogy mit fogok enni, vagy hogy azt is ti fogjátok kiválasztani. Úgyhogy kiválaszthatjátok, hogy hamburgert rendeljünk nekem, vagy salátát. Mert most nem fogok főzni, hanem kaját fogunk rendelni, mert szerintem vacsit fogok csinálni, de azt is majd ti választhatjátok ki. Nagyon remélem, hogy a hamburgert szavazzátok meg, és nem szívattok tovább egyébként, mert nagyon-nagyon éhesek, láttátok, hogy reggelire alig ettem valamit, úgyhogy már konkrétan fel tudnám falni az egész hűtőt. Nézzük meg a szavazást, hogy mi jött ki. Természetesen a piknik nyert, úgyhogy köszönöm nektek, nem fogunk fifázni. És a másik is természetesen nyert, a hamburger, köszönöm nektek innen is. Most valószínűleg nem laktam volna jól egyébként egy salátával, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, hogy ezt kiválasztottátok. Kicsi, akkor gyerünk piknikezni. Gyerünk. Közben meg is érkezett a kaja, úgyhogy most már csak egy szupi piknikezős helyet kell kitalálnunk. Kimenjünk oda a fényre, Manó, vagy? Hát a napra.
a napra, akkor ezt kiviszed? Kiha. Vigyed. Azt hittétek, hogy el fogunk menni valahova, mi? Kés, villa, kanál. Jó, hát majd én azokat viszem. De igen? Itt mindent, én ezeket kiveszem a izéből, tartóból. Viszed focimeccset is. Focimeccset? Jaj, de jó. Egyébként én nem akartam hasább burgonyát kérni, de hát így sikerült, úgyhogy másom megeszik. De természetesen én nem fogom megenni a bucit, a buci részét, hanem én ezt el fogom távolítani majd. De egyébként nagyon-nagyon jól néz ki. Most nagyon-nagyon kívánom a sült krumplit, de nem fogok enni. Ilyen ez az élet. Úristen! Nézzétek, mi jól néz ki. És ezt most nagyon-nagyon enném, de nem fogom úgy. És hát itt is vagyunk, ti kértétek, hogy piknikezzünk, úgyhogy piknikezzünk. Szöncika is kapott egy kis csontot. Csiripelnek a madarak, süt a nap. És itt vagyunk, és Soma pedig tolja az én krumplimat is, mert nem tudtam, hogy mit jelent az a szó, hiába írtam az internetre, de most már tudjuk, hogy az négyféle krumpli volt, úgyhogy én nem összek hozzá köretet. Ja, vagyis de, mert jött káposzta saláta, úgyhogy én ezt fogom enni, itt ezt pedig odaadom a Somának ezt a tetejét. Hé, hey, abban van ez plusz cheddar. Ja igen, azért volt ilyen rossz. Megetted a félig a húsomat. Egy harapás volt. Nem megyek az asztal. Mert? Nem érdekel a foci. Nem tudok így ülve enni, úgyhogy én ezt befejeztem, ezt a pikniket, és piknikezni lehet asztalnál is, úgyhogy oda megyek az asztalnál. Tudom, várj, megyek, mert... Nyugodtan maradjál itt. Mi vagy, mert milyen? Soha tehát nem piknikezek, vagy sehol. De máshol piknikbe lehet szendvicset enni, de ez nem olyan kaja, amit lehet így enni. Ez jó volt ez a piknik. Megyünk az asztalhoz, mert itt enni nem lehet. És szerintem egyébként most jót rögtek rajtunk a szomszédok is. Néztek, hogy kik ezek a hülyék. Hát milyen hülyén nézhettünk ott ki, de őszintén. Piknikezni? Ó, mennyire jól esedik. Piknik megvolt, bár sok köze nem volt a piknikhez, ne ragudjatok, de egyszerűen nem lehetett ott enni a földön. Kistött a nap a szememet, úgyhogy nem. Bemegyünk az ágyikóba? Nem. Akkor ide kint a kütyek aludni? Ki az, aki délután alszik? De most őszintén. Mindenki. Dehogy is. Mindenki. Jó, írjátok meg kommentben, hogy ti aludtak-e délután, vagy sem. Mert én, hogyha alszok délután, akkor nem tudok utána este aludni. Délután a valós a legjobb dolog a világon. Délutáni siesta, úgy hívják. Olasz, spanyol, siesta. Legjobb a dél. Mint láthatjátok, a férfi éppen a délutáni siestáját tölti az ágyban. Velem nem is törődve fekszik is. És sziasztázik. Nekem vannak ám nagyon-nagyon klassz délutáni programjaim a számotokra, amit ti meg tudtok szavazni, hogy mit csináljunk. Mit csináljunk? Igen. A következő opció nem más, mint Sansa divat bemutatót tartson el az ő kis ruháiban. Vagy Somával TikTok videót készítsünk. Ó, a Sansa. Hát majd eldöntik. Léci! Majd ti eldöntitek, úgyhogy ez lesz a következő, amit meg fogtok szavazni. Én csak egyet kérek, Sansa. Most itt ma nem te döntesz, és senkit sem érdekel, hogy te mit szeretnél csinálni. Hát azt nézhettem már, hogy... Na most kiderül, hogy Sansa tart divat bemutatót, vagy Somával készítünk egy TikTok videót. Istenem, örök szerelem. Atya, pusi kapálna. Pusi? Ú, ez a fej. Léci, ne. Na most megnézzük. Popsi edzésed is kim volt, mert nem akartál popsit edzeni, ezt várta, hogy által megfordul az állás. Jó, akkor várunk még, de hát úgyis... Mi úgyis? Elég szépen vezet. A TikTok 57%, még Sansa divat bemutató, csak 43%. Mondod, ez kis nagyon. Elég szoros. Szoros, de ha szeretnéd, akkor még várunk. Na, azt hiszem, eleget vártunk, úgyhogy nézzük. Kicsi készülj, ugyanis TikTok videót fogunk csinálni. 56%. Sajnáljuk Sansa, de most nem fogsz divat bemutatózni. De neked van hozzászólása, nem? Neked nincs. Manom, ezt csináljuk. De nézd ide! Jó.
profi telefon tartom, vagyis van, csak Magyarországon. Szikszalaggal fogom megoldani. A telefon hátuljára ráragasztom, itt behajtom, és már fel is tudom tenni az ablakra. Hallom. Jó! Na hát végül nem azt a videót csináltuk meg, amit az előbbi felvételben láttok. Most már tiszta víz lett a haja. Itt megmutatjuk nektek majd a teljes videót, ahogy szenvedtünk, de TikTokon majd csak azt a kis részletet láthatjátok majd a hanggal aláfestve, ami most következik. Tiszta víz lettem, úgyhogy szerintem már tudjátok, hogy melyik ez a videó. Úgyhogy a TikTok videós kihívás teljesítve. Nem. Következő programunk pedig a kávézás után az az autómosás lesz. Tegnap ugye elmentünk mi autót mosni, de valamiért nem sikerült olyan tisztára lemosni, mint ahogy mi azt szerettük volna, sőt, csak koszosabb lett az autó, úgyhogy most elmegyünk és újra lemossuk, a következő kérdés pedig ezzel lesz kapcsolatos, hogy ki mossa a kocsit, én vagy Soma. És ezt is ti döntetitek el. Na nézzük, hogy kit szavaztatok meg, hogy ki mossa le a kocsit. Te, hát most már azért mindent én nyertem. Egyet megnyeredsz te is. Mennyi sztorink van? Soma, ki mossa le a kocsit? És Somát szavazták meg. Valószínűleg azért, mert tegnap miattam maradt koszos, ugye? Igen, és akkor ezért azt a kérdés, hogy tiszta legyen az autó. Igen. Kösz, srácok! Akkor indulhatunk is, és Soma mossa le a kocsit. Szerelmesek vagy? Na, megszavaztátok, hogy Soma mossa a kocsit, úgyhogy Soma mossa a kocsit. Le lehet mosni az autót ilyen kefével, és akkor nagyon-nagyon habos lesz. Viszont tegnap ezzel lemossuk, és csak koszosabb lesz. Most értünk haza az autómosásból, azt kell mondjam, hogy tényleg tiszta lett a kocsi. Jó, szóval, hogy annyira nagyon-nagyon tiszta, mint amikor egy autómosóból hozzuk, de sokkal jobb lett a végeredmény, mint tegnap volt. Játszottunk még egy kicsit Szanszával, meg itt takarítottunk a kertben, és nézzétek, a Soma oda berakta a labdát. Azért rakta be oda a labdát, hogy Szansza békén hagyja minket, és természetesen ez egy tökéletes minta arra, hogy hogyan csinálj plusz munkát magadnak, ugyanis Szansza kiásta a labdának a helyét. Szuper. Hát ez lett volna a mi kis napunk, remélem, hogy tetszett nektek, hogy irányíthattátok az egész napunkat. Mi egyébként élveztük, nem? Jó volt nagyon. Jó volt. Jó. Különösen ezt a TikTokos részt. Hát meg a mindenben én nyertem. Csináljam, hát nem úgy, hogy mindent csináljam ezt, csináljam azt, Ja, igen. Nem, mert azért éreztem én, hogy fel is kövessétek Rellát. Puszi! Sziasztok, puszi! Gyere be, Szansza, most már! Gyere be!